Ezek azok a költségosztók, amelyek minden távhővel fűtött ház lakásában megtalálhatók a radiátorokra szerelve. Az eszköz rádió kapcsolattal tájékoztatja a nyírtávhő szakembereit az óra állásáról, illetve az elfogyasztott hőmennyisége mellett a meghibásodásokról is. A mostani átálláshoz azonban be kell menniük a lakásokba a szolgáltató munkatársainak. Nyírtávhő Kft. Áttért, vagy áttér a naptári éves elszámolás helyett a fűtési idény szerinti elszámolásra. Ez azt jelenti, hogy nem január 1-től december 31-ig lesz az elszámolás, hanem minden évben május 15-től május 15-ig. Ugye a nyírtávhő kezelésében 55 000 darab költségosztó van a városban, és ezeket át kell programozni, hiszen ezekben a fordulónap a korábbiakban megfelelő december 31-e. Ebben az átprogramozás azt jelenti, hogy minden költségosztó készülékkel fizikai kapcsolatba lépünk, gyakorlatilag egy optikai csatlakozóval, számítógépen átállítjuk benne ezt a fordulónapot december 31-ről május 15-re. Az átprogramozásról értesítették a fogyasztókat, a folyamat néhány percet vesz igénybe, és a délutáni órákban, illetve hétvégén végzik a munkálatokat. Jelenleg a városban található 55 000 költségosztó feldolgozásának közel a fele már megtörtént. A fűtési időszak kezdetére, azaz szeptember 15-ig a tervek szerint végeznek a készülékek átprogramozásával, valamint a város egyéb részeit érintő karbantartási és felújítási munkálatokkal is. 2015 évben közterületi munkálatainkkal, amit terveztünk, a gazdasági tervünk szerint azokkal végeztük. Ezek ugye nagyobb dimenzió csővezetékek cseréje volt útfelbontással, ezek közül a leglátványosabb, legnagyobb volumenű az északi körút átvágásával járó út alatti átvezetés csere volt, ezekkel már végeztünk. Jelenleg hőközpontokban, hőfogadókban, aknákban tartunk karban, ezek kevésbé érintik a fogyasztóinkat, szolgáltatás korlátozással egyik sem jár. Európai Uniós irányelvek szerint a szolgáltatás díját január óta helyzetkiegyenlítő korrekcióval számolják el. Ez azt jelenti, hogy a földszinten, a legfelső emeleten és az épület szélein lakók közel 10%-os elszámolási kedvezményt kapnak a belső lakások távhődíjaihoz képest. Emellett a lakásokon átmenő csövek hűtőértéke miatt a jövőben a házakba érkező hődíj 30%-át légköbméter arányosan, míg a maradék 70%-át a mérőórák adatai alapján számolják el a lakást tulajdonosoknak.